Pert ugyan nyert, de kártérítést csak részben kapott a Klubrádió. Az eljárást a csatorna azért indította a médiahatóság ellen, mert szerintük a hatóság tevékenysége komoly anyagi kárt okozott, a rádió szerint 1,4 milliárdnyit. A bíróság ezzel szemben 1 750 000 forintos kártérítést ítélt meg, és az se a gazdasági kár miatt. A perköltséget viszont a Klubrádiója állja, ami több mint 2 millió forint. Ezeket az ítéleteket tekintik. Alig fért el a tárgyalás érdeklődő közönsége a teremben, a bíró előre figyelmeztetett is mindenkit, hogy tartózkodjanak a heves érzelem nyilvánításoktól. Kihirdetem a bíróság ítéletét. Az ítélet láthatóan csalódást okozott a megjelentek körében. A Klubrádió ugyanis azért indított pert, mert véleményük szerint az az időszak, amikor a pályázaton elnyert frekvenciájuk helyett éveken át egy ideiglenes frekvenciát kellett használniuk, jelentős kárt és bevétel kiesést okozott a cégnek. Ezért 1,4 milliárd forint kártérítés megítélését kérték. A bíróság ezt vitatta. A 92,9 frekvenciára vonatkozó szerződés késedelmes létrejöttével, mivel csak azt lehet jogellenesnek tartani, késedelmes létrejöttével okozati összefüggésben valóban keletkezett a felperesnek médiaszolgáltatás és frekvencia használati díj kifizetésével kapcsolatban kára. Azonban ez összegszerűségében nem lehet az az összeg, amit a felperes ezen a címen igényelt. A bíróság viszont igazat adott a Klubrádiónak a médiahatóság sajtónyilatkozataival kapcsolatban, amelyek miatt a rádió a jó hír nevének megsértését kifogásolta. Az ítélet szerint a Klubrádió ezért 1 750 000 forint kártérítésre jogosult. A csatorna elnöke azonban nem csak a kártérítés összegét, de a bíróság vizsgálati módszerét is kifogásolta, mert szerinte a bíróság nem egységben, hanem részletekben vizsgálta a jogsértéseket. Komoly lehetőségei vannak, a kötelezettségeink vannak fellebezést illetően, és azért azt tartom, hogy ez az ítélet, ez egy felháborító ítélet. A perköltség viszont a Klubrádió terheli. Összesen 2.386.925 forint értékben.